Sziasztok, Albino vagyok, és egy újabb Minecraft sorozatot kezdenék most el. Egy modpackest az FTB launcheren belül, a Regrowth, mint itt láthatjátok, modpacket. Mert annyit kell tudni, hogy egy nagy kihalt sivár világban kezdünk, és fel kell építeni újra a virágzó földet. Legalábbis én ennyit tudok róla. Na, kezdjünk is neki. Egyszer már elkezdtem a játékot, felvettem az első részt, csak nem volt igazán megfelelő a minőség, úgyhogy most újra beállítottam és most felveszem. Nézzük, nevezzük el a világunkat, Survival, itt szerintem nem állítok be semmit, maradjon így, és kreáljuk a világot. Egy másik modpackest akartam kipróbálni, de az valamiért nem indult el, úgyhogy most maradt ez. De amit eddig játszottam vele, az egész jó. Na, itt is vagyunk a sivár kihalt pusztaságban, eléggé összementünk. Miért vagyunk ilyen picik? Ja, értem. Oké, szóval. Kezdjük is el így a fület ütögetni. Na szóval, kezdünk egy questbookkal. Igen, itt elkezdeni mondani a sztorit, de ezeket most nem érdekel. Átlépjük, és nézzük a küldetéseket. Na, itt mindjárt van 4 első. Hát igen, Endermant még nem fogunk ölni. Akkor, ez az első küldetés, amit meg kell csinálnunk igazából. Szedni ilyen Deadwood planket, faszenet és flintet. Na már most. Flintet ebből a slate, nem tudom miből kell szerezni, úgyhogy csak szétütitek és kész. Szerezünk egy párat, mert az elején az kell nagyon. Meg itt a növényeket se, illetve ezeket a halott növényeket se átütögetni, mert majd későbbiekben meglátjátok miért, ebben vannak bizonyos dolgok, amik kellene az egyik küldetéshez. Na, szedjünk még egy pár flintet, legyen egy fél stackre való legalább, mert az kell az elején nagyon. Na, jó, még ezt a kettőt kiütöm és mehetünk tovább. Jó, több mint egy fél stack maradhat persze. Jó, flint le tudla, szedjünk szenet. Szenet honnan tudtok szerezni? Szenet, látjátok itt van ez a félig elhalt fa, ennek a tetejé, ez a teteje, ez a charred log. Ezt hogyha szétütitek, akkor ebbe van szén is, stick, meg ilyen... kaptam egy achievementet. Meg hamu is. Na, ha ezt az alját ütitek szét, akkor abba pedig találtok plankset és szintén sticket. És ezáltal, hogy ezt 2-3-at szétüttök, meg is lesz a küldetés. Amiért, ugye azért kapunk almát. És még nincs meg mind, de nem is jelzi, ezt nem értem miért, nem jelzi, hogy mennyi van meg. Addig, amíg meg nincs az összes. Ja, igen, ott van 3 darab szenünk van, és 6 darab fánk. Ezzel megvan a 4 darab szén, remélem. Igen. És a 7 darab planks is megvan. Szóval az első küldetés teljesítve. Gyűjtsük be a nyereményünket. Na, nézzük, mi legyen a következő. Na igen, látjátok itt, a következő küldetésnél ilyeneket kell gyűjtögetni, amit ezekből a szárazfű csomókból kaphattok meg, de ez majd így menet közben, hogy alakul, ütögetem. Na, de most megcsináljuk ezt. Ugye ezek a tinkeres alapcuccok, ahhoz kéne nekünk a tinkeres elvileg, kéne a tinkeres asztalok, de azért jól meg van csinálva a játékban, mert nem kell hozzá feltétlenül, ugyanis ha 2 sticket ide beraktok, abból megvan a tool rod. Ha így raktok 2 sticket, akkor megvan ez a binding, de stickből, illetve ilyen tool rodból kell legalább 6 darab, úgyhogy ezt megcsináljuk.
Na, ugye a fejeket úgy lehet megcsinálni. A flintet rakunk például két felső, az a pickaxe head. Ilyen alakba rakjuk, akkor axe head, de ebből kell nekünk kettő is mindjárt. És nem így, hanem egymás fölé rakva pedig shovel headet kapunk, amiből szintén kell nekünk kettő. Na, közben nézelődjünk, nem valami. Na szóval, akkor a cuccokat úgy kell összerakni. Egy, kettő, ez nem kevés is lesz. Így, vagy így is lehet, akkor megkapjuk a két ásót. Ha ugyanúgy egymás fölé, ja, de hülye vagyok, egymás fölé rakjuk a kettőt, akkor megkapjuk a hatchettet. És a pickaxe-et pedig úgy kapjuk meg, hogy ezeket így szépen berakjuk, és már is megvan a pickaxe. De miért is kellett nekünk? Már megint elkúrtam, mert ezt a kettőt nem kellett volna így megcsinálni, de mindegy, csinálunk még egyet. És ebből is még egyet, ugyanis kell nekünk, ja, megmutatom mindjárt, hogy ugye megvan minden, de nem kaptuk meg a rewardot, mert még itt van egy küldetés, amit kell csinálnunk matokkot. Ugye azt úgy kell, még írja is itt, hogy egy tool rod, egy shovel head és egy axe head, és ezért rontottam el, ugyanis én megcsináltam kettőt, de semmi baj, mert mindig kellenek. Szóval ezt ide rakjuk, ezt a kettőt meg egymás mellé, és megvan a matok is. És bezsebelhetjük a rewardot, ami egy flint sword blade és egy materiál könyv. És választás szerint lehet hozzá választani bármit, de én ezt fogom, hogy tudjak kardot csinálni. És meg is van a küldetésünk, akkor, ja, kell még egy. Meg is csináljuk a kardunkat is, hogy legyen az is. És íme, ez is megvan. Na, pickaxe. Így, lerakosgatjuk. Hát végülis ez annyira nem lényeges, mert ezzel tudunk, nem. Ez lényeges, mert azzal nem tudunk fát vágni, ezzel kapálni tudunk, és de ezzel tudunk fát vágni, bocsánat, kapálni és fát vágni tudunk, tehát ásó és kapaként is szolgál. Na, nézzük, milyen küldetésünk van még. Hát igen, ez egy kicsit már bonyolultabb, 32 cobblestone-t és 32 dirt-öt kell összeszednünk, amelyet kapunk sima stone-t, illetve dirt-öt szintén. 32 darabot is választás szerint limestone-t vagy marble-t. Ez majd az építkezésnél lesz fontosabb. A másik, már egy kicsivel egyszerűbb, össze kell ugye hozni az alap tinkeres dolgokat, plusz egy crafting table, plusz egy furnace. Na már most crafting table. Ugye azt úgy kéne megcsinálni, hogy, na közben egy ütögetem ezeket, hát ha megkapom a cuccokat, amit kellenek belőle. Na mindegy. Szóval a crafting table-t úgy kéne, hogy 3-4 wood planket rakunk így ide. És ez a felel meg a woodpecknek, de hát így nem adja meg. Ennek egy kicsit trükkösebb a elkészítése. Ide kell rakni ezt a fejszét, mellé egy woodpecket, és már meg is van a crafting table. Jó, ezt átalakítjuk gyorsan a crafting stationnél. És már tudjuk az alapcraftolásokat csinálni. Ó, megvan, amit a másikban, játékomban nem tudtam megszerezni, szóval innentől már könnyű lesz megcsinálni azt a küldetést. Na de mivel most szerintem már esteledik, ezért gyorsan itt mondjuk a víz mellett megfelelő lesz. Csinálok egy kis bányát magamnak. Ó, van egy clayünk is. Ezeket kivágom még, ha legyen alapanyag. És itt csinálok egy kis bányát is, úgymond, meg egy kis kuckót, ahol védve leszek a moboktól éjszaka. Ott lent majd meg fogom tudni csinálni a Tinker Constructor cuccokat. Hát ez csak egy ilyen kis kuckó lesz, nem több. Hát ha találunk közben dirtet is, meg stone-t is. Mind a kettő kell nekünk. Jó, még egy szintet leások, és akkor azon a szinten lesz majd a kuckónk. Inni. Így. De még mielőtt besötétedik, közelbe kivágok még egy-két fát. Mert fa az kell nekünk egy jó pár darab. Hát flintet most nem. Ó,
futás gyorsan, azt... Ó, de most megint el fogom felejteni, hogy hol a vackom. Na, mégis a víz mellett. Csak nem felejtem el, a futás. Azt abból a fából vágom gyorsan. Szenet is szedünk. Így, kis lag, észlelhető. Gyorsan, amíg le nem megy a nap, már nagyon lemenőben van. Kell nekünk egy jó adag. Már kapunk érte majd, de legyen. Legyen azért kezdésre egy kis fa alapanyagunk. Nem kell olyan sok, csak azért mégis legyen. Ó, kapunk szenet is belőle, de jó, azt nem is tudtam. Na, akkor iszkiri vissza, közben ütögetem ezeket, hát ha kapok még belőle cuccokat. Eddig azt hiszem a fertilizer van, az a mag, az a botaniás mag. És majd ezzel vágok meg egy kis flintet. Így, legyen az is. Ezt a fát még kivágjuk itt. Így. És akkor irány fedezékbe. Olástuk ki a fedezékünket, illetve a menedékünket. Nézzük. Ah, itt van. Jó. Na, de viszont itt most a... azért is kell szén, hogy legyen fákjánk. Jó. Csinálunk is. Na. Nem sokat. Egyelőre 8 darabot. Így. Így, és akkor itt kialakítunk egy kis... Nem nagy, csak egy ilyen 2x2-es kis kuckót, illetve majd mindjárt még egyel kibővítem, de egyelőre csak 2x2-es lesz. Ó, oh, föld, de jó. Annak nagyon örülök. Nem is kevés. Hú, de jó. Na, ennek nagyon örülök. Főleg, hogyha meg is lenne belőle a küldetés. 32. Darab föld. Hol a föld? 17. Ó, meg is lesz belőle, de örülök. Ennek nagyon örülök. Mindjárt ennyi földet találtam, mert a föld majd meglátjátok, illetve én is majd meglátom, hogy ez nagyon-nagyon hiány cikk itt ebbe a világban. Jó, majd ezt később kiszedem a fölsőt. Egyelőre itt, ami elérhető magasságban van, azt szedem ki. Majd itt a réseket betömöm ezzel a... Na, mégis ha már egy stackre való van, akkor már nagyon-nagyon jó lesz nekünk. Pont egy stackre való, többet nem is szedek most ki. Ott az egy darab, hát az a már ne veszem el. Na, szóval akkor itt lesz, majd ott lesz a bánya lejárat, és akkor itt még kialakítok egy még 2x2-es helyet. Legalább meg lesz a küldetés, de örülök neki, kapok magokat is. Jó, akkor még itt is. Így. Kibányásszuk szépen. Így. Egyenlőre. Na, akkor ide letesszük a crafting station-t. Így. Csinálunk benne egy furnace-t, és még úgyis megmarad a 32 kövünk, és megnézzük, hogy megkaptuk-e a küldetésért a rewardot. Ez a kettőtán megvan, de most nekünk ez a küldetés kell. Ó, nem ez a küldetés, bocsánat. Ez a küldetés kell, és megkaptuk. Hát nekünk először mondjuk marble kell. Na és nézzük, milyen új küldetésünk lett itt, semmi jelenleg. Tehát folytassuk ezt. Oké. Okay. Kéne nekünk csinálni. Először is. Hát nem sok van, de kéne csinálni egy dupla chestet, amiben belerakosgatjuk a dolgokat. Így. Mégis igazából... Jaj, a flint az kell, 30 stick elég lesz, minden mást belerakok. Így. Jó. Tehát ez megvan akkor, nézzük. Hogy kell megcsinálni a tinkeres alapdolgokat? Jó,
Tinkers. Na, szóval kell nekünk egy tool station. Azt úgy kell, hogy kell egy crafting station, és blank platten. Blank platten, ez ugye kell keresztbe két deszka és két bot. Na, akkor ezt csináljuk meg. Csinálunk 8 darabot ebből. Mert az kell mindig. Jó. Akkor kell nekünk egy crafting station. Így. És megvan a tool station. Jó, most ezeket ide rakom. Akkor következő part builderhez kell log. Na, ugye logot hogy lehet csinálni? Így. Igaz, hogy deadwood log, de log. És ebből megvan a part builderünk. Ezt ide rakjuk. Akkor következő. Stencil táblához egy deszka kell és egy plank. Tehát egy deszka, mert az deszkának felel meg, és egy plank, és megvan a stencil tábla. Így. És végül kell a pattern, amihez deszka kell, és láda. Vagyis hát egy blank pattern és egy láda. Úgy meg is vagyunk. Na, most ezeket helyezzük le szépen egyenlőre ide. Első szélén a tool station mellé a pattern chest, aztán a part builder és a stencil tábla. Ugye a stencil táblával tudjátok kinyomni ezeket a dolgokat, amikből tudtok majd csinálni különböző szerszámokat. Ebbe tudjátok a kinyomott ábrák, úgymond ábrák alapján megcsinálni alapanyagokból a cuccokat, és végül itt tudjátok összerakni. Egy pillanat türelmeteket kérem. Na, vagyok is, szóval folytassuk. Igen, kész van az alap. Na, akkor kinézünk, de ha már nem akarok kinézni, mert biztos, hogy éjszaka van. Úgyhogy nézzük is meg a küldetésünket. És megkaptuk a nyereményt. És van most már deszkánk bőven. Na, ezeket most letesszük. Szenünk is van. Ezeket letesszük most egyenlőre. Bár ezt be tudjuk tenni a... Azt már nem. Ezt be tudjuk ide tenni. Na, szóval ezt, mindegy, ezt itt hagyjatok, mindegy, ezt ide rakjátok, és raktok hozzá alapanyagot, mondjuk követ, vagy akármit, amiből akartok csinálni, mondjuk flintet, de rakjátok a megfelelő mennyiséget, látjátok, 3 darab kell bele, és jó, újra, és megkapjátok a darabkát. Ennyi. Na, de most hova? Ja. Ez ide? De most akkor nézzük, mi a következő küldetés. Hát igen, ezt kéne akkor megcsinálnunk, de hát ugye erre most nincs lehetőségünk, mert valószínű, hogy kint éjszaka van. Úgyhogy várni kell egy picit, úgyhogy én addig elkezdek itt bányázgatni, illetve szedek még földet. Ha már itt van ez a sok föld, kiszedem mindet, legalábbis amennyit tudok. Ha már megtehetem, mert a föld az nagyon-nagyon-nagyon kell majd. Úgy tudom, hogy nem igazán van föld a játékban, illetve ritkás. Úgyhogy szedjünk földet. Lehet, ez a rész egy kicsit unalmas lesz, de most ilyen, ez az eleje. Ó, eltört. Igen, ilyenkor mi a teendő? Eltört, de ugyan nem veszett el. Ilyenkor az a teendő, ide jöttök, rakjátok a tool stationbe, ide, ahol mutatja az ábrát, ki fogja írni, illetve hogy rámentek, és shiftet nyomtok, kiír, hogy a repair materiálja flint. Tehát fogtok egy kis flintet, szerintem egy, ó, úgy hallom a zombik itt parádéznak fölöttem. Tehát ide berakjátok, egy elég neki, igen, és meg van javítva, ennyi az egész. Na, jó van, megszedünk egy kis földet. Na jó, azt most. Hát még szedjünk. Ne felejtsünk el, jó, el is fogy. Hát nem nagyon.
Itt már el fog fogyni. Nem baj, földből sosem elég. Ó, igen. Video settings-be. A maximum van a brightness, de viszont lehet, hogy már nem láttok sokat, úgyhogy teszek ide egy fákját. Nem akarom elkövetni ezt a hibát, mint az én videómban a dungeon-es résznél. A fele videóban nem lehetett látni semmit. Na! Összeszedtük az összes földet, amit itt találtunk. Mennyi ez? Majdnem. Hát több mint 2,5 stack. Úgy, na akkor kezdjünk ásni, illetve bányászni. Na, lehet, hogy nappalodik, mert mint a haldokolnának a zombik. Így elkezdünk szépen lefelé ásni. Jaj, mindjárt kikukkantok, amint el fog törni a pickaxe-em. Ki fogok kukkantani. Addig is nézzük, hogy milyen érzeket találunk. Hát, van egy-két hátrány ennek a packnek, ugyanis hiányoznak belőle jó kis modok, amiket én nagyon szeretek, például Ender IO, Thermal Expansion. Szóval, nem tudom, hogy majd hogy lesz, de valahogy majd megpróbálom nélkülözni őket. Kénytelen leszek, ha meg végképp nem megy, akkor bele fogom tenni őket, majd meglátjuk. Kis gravel, az is szerintem majd felvenni fog. Jó. Na, még itt is kiszedjük. Potyog, potyog, potyog. Jó. Itt már szerintem el fog törni a csákányom. Igen, jól sejtettem. Na, de viszont tegyünk le fákját. Megint. Nagyon sötét lett. Ide teszünk cobblestone-t. Kipótoljuk. Na. Akkor ez meg is van. Lepakoljuk a cuccokat. És kikukkantunk. Na, előbb megjavítjuk a szerszámokat. Na. Mit? Ásó. És nem szénkel. Azért kezdtem el ásni, illetve bányászni, hát ha találok már az elején valamiféle ércet, de még eddig nem volt szerencsém. Na, együnk egy almát, ha esetleg megtámadnak, töltődjön vissza az életünk. Na, nézzük. Oké, nappal van. Gyorsan kikukkantok. Meg kell jelölni, abban, de végül is teszek ide egy fákját. Egyenlőre megjelölöm a helyemet, de nem akarok nagyon messzire menni. Ó, van egy zombi hús. És elkezdem gyűjtögetni az alapanyagokat a következő küldetéshez. Amihez már van egy pár dolog, remélem megkapom mindet. Amit meg is nézünk, hogy mik kellenek. Szóval egy ilyen növény mag. Egy bone meal, 3 clay és 3 fertilizer, amiből már szinte minden megvan. Végül is könnyű lesz megegyezni, ha ugye itt most én nem tudom, hogy lehet ilyen waypointokat rakni, majd utána nézek, de ugye a Your Name mappon könnyű volt, majd gondolom itt is van valami mód rá, hogy eltévedjek, mert az előző felvételben, amit csináltam, ott is került eltévednem, és meg meghalnom is, úgyhogy remek volt, örültem neki nagyon. Viszont egy valamit még jó lenne megtalálni, van ilyen szalmabála, hopp, meg van a fertilizer, vagyis kettő, már csak egy kell, meg azt hiszem egy belladonna maga és egy clay, ha minden igaz. Ha jól emlékszem. Szóval szalmabálák szoktak lenni, ilyen szalmabábú, bocsánat. És azt jó lenne megtalálni, mert ugye a szétütöm, akkor kapok belőle búzát. És azt abból tudok búzamagot csinálni, és már tudok ültetni, és kenyeret is tudok majd csinálni. Hamar. Bár így is kapok majd, hopp, megvan a bone meal. Ha nézzük, akkor már csak Clay, a belladonna és az utolsó fertilizer hiányzik. Örülnék neki itt, hopp, bombil volt,
Örülnék neki, itt valamelyikben benne lenne. Ó, kaptam most még egy ilyent. Na jó. Az előzőben nem tudom szét, ahol meg van ez is, már csak akkor egy clay jelzik elvileg. Nem, még ebből is kell. De az kettő van nálam, meg egy van a ládám, az nem számolja, vagy nem tudom. Na, fussunk egy kicsit. Kérlek, kérlek, add meg. Ez is megint az unalmas rész. Oké, belled onna mag megvan. Már tényleg elvileg csak a clay hiányzik, meg esetleg még egy fertilizer, hogyha... De úgy tudom, hogy egy van már ott, meg egy állam. Úgyhogy elvileg már csak egy clay hiányzik. Annak örülnék, hogyha megadná. Hát mindegy, a fertilizer is megvan, most már biztos, ami biztos. Szóval akkor már csak a clay kell. Ó, még egy belladonna mag. Mindegy, jó lesz az majd később. Na, szétütjük, azért legyen szenünk is, meg... Fánk az van. Nem fánk, hanem fánk. Szóval nem lekváros fánk, hanem... Ah, megvan az utolsó klé. Jó. Na mindegy, azért ütögetek még, miközben megyek hazafelé. Elvileg arra lakok. Remélem már most eltévedtem. És elvileg ott van a ládában az utolsó klé, ha jól emlékszem. Ha így van, akkor ezt a küldetést is sikeresen teljesítettük, és megnézzük, mit lehet még csinálni. Hát még egy kis bone meal az mondjuk nem rossz. Na, futás haza. Ó, és egy seed is. Kaptunk egy magot. Na, merre lakunk? Erre vagy arra? Szerintem arra. Ah, ott a fákja már látom. Futás haza. Közben ütögetjük a... Hopp, megvan. Így most már biztos, hogy megvan a küldetés. Send. Az kell. Az viszont kell. Az sose baj, hogyha van. Ajaj. Menjünk, csináljuk. Gyorsan hazafutunk. Eltornaszoljuk a bejáratot. Egy. Egy. Egy, ne? Nagy meglepőnek minket. És fölvesszük a awardot. Magok. Yes. Akkor vissza. Bucket of stuff. On fire and bucket. Szóval ki kell égetni, vagyis hát csinálnunk kell egy bucketet a három clayből. Az meg is van. Na jó, ezeket most leteszem. Ezek most végképp nem kellenek, úgyhogy pakolás. Nekünk csak a három clay kell, amiből így tudunk csinálni on fired bucketet, tehát kiégetetlent. Ezt ki kell égetni, sejtettem. Látjuk ide. Hoppá, rakunk némi szenet. Szén az úgy is kell majd, és kiégetjük. És ezzel meg lesz a következő küldetés is. Úgy is kell majd bucket. És kész. Vegyük fel a jutalmunkat, ami bone meal és dirt ismét. Dirtből úgy látom már nem lesz hiány. Aha. Oké. Okay. Ez majd kicsit később. Ezeket tegyük le. Magot is. És nézzük meg, mi van esetleg másik irányban. Ilyen corp stick kell. Azt pedig úgy tudjátok megcsinálni. Ah, ott van. Fogtok négy sticket, és így egymás mellé rakjátok, és ezzel meg is van a... Ez a küldetés is. Ó! És ezeket el kell ültetni, de cukornádam még nincs. Úgyhogy ezt még egyelőre nem csináljuk meg. Nézzük, igen, ehhez kell majd ez. De, itt van még egy, a négyes fejezetben van egy küldetés, ami, igen, ez még zárva van, de akkor a hatosban van kettő, az egyik az Super Crafting Frame-et kell csinálni, illetve Chisel-t. A Chisel az, ugye, az alaprecept az úgy van, hogy egy vas és egy stick, de itt megváltoztatták annyiban, hogy egy stick és egy flint, és meg is van a Chisel. Na, ez a Chisel az ugye azt tudja, hogy átalakítja a dolgokat. Jó, akkor nézzük, ez a Super Crafting Frame miből áll.
Tehát ide beírjuk, hogy Super Crafting Frame. Megnézzük, tudjuk-e. Super Crafting Frame. Igen, ez egy crafting table kár és 8 stick. Akkor csinálunk egy crafting table-t. Igen, ezt tudom már mi. Csinálunk egy crafting table-t. Ez nem kell oda. És körbevesszük stickekkel. És meg is van az első Super Crafting Frame-ünk, amilyen megkapunk még 4-et cserébe. Na, és itt egyelőre nincs több küldetésünk, mert az első fejezetet kell tovább vinnünk. De szerintem ez majd csak a következő részben. Egyelőre ennyi lett volna ez a rész. Eszek egy pár falatot. És innen fogjuk folytatni. Kibővítem még a dolgokat, meg nekiállunk kertet csinálni ebből a rengeteg földből, amit kaptunk. Így egyelőre lepakolunk. Köszönöm a figyelmet, Albino voltam, ez pedig itt az FTB Regrowth Modpack. Sziasztok!